tisztáról a csipésnek! Van még egy levélkő! Itt van, megjött! A ma este az az ünnepé, és a boldogságé, a vidámságé. A köszönet pedig a pécsi polgárokat illeti, akik folytatták azt a kinyilvánításukat, miszerint a változást akarnak az életükben, változást akarnak a politikában. Én azt gondolom, hogy ez a mai siker, ez a folytatása annak a történetnek, ami 2009. május 10-én Páva Zsolt polgármesteré választása idején kezdődött. Akkor is sokan meglepődtek az országban, mi nagyon jó érzéssel fogadtuk akkor is a támogatást, ami annak az eredménye, hogy egy újfajta politikai stílust valósítottunk meg, amelynek az a lényege, hogy mi az emberek felé fordulunk, és azzal a problémával, azokkal a problémákkal foglalkozunk, amik az embereket nyomasztják. Azt hiszem, hogy az elmúlt egy év sikerei, amelyek a pécsi városvezetés illetően megvalósultak, azok az ígéretek és javaslatok, amelyek egyrészt ugye a mi részünkről, másrészt a választók részéről felénk megnyilvánultak, annak a közös sikere az a mai este. Óriási siker és nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy első parlamenti pártként, első politikai erőként tudta elérni a Fidesz azt, hogy Pécset mind a három választókerületben első fordulóban begyűjtötte a mandátumot. Ez a siker, ez egyben kötelez is bennünket. Azt tudjuk ígérni a pécsi választóknak, hogy ahogy az elmúlt egy évben, úgy a következő négy évben is számíthatnak ránk, mindazok a problémák, helyi ügyek, amelyek felmerülnek, azoknak a megoldását fogjuk keresni, és megteszünk minden annak érdekében, hogy Pécs érdekérvényesítése az országos politikában megfelelő szinten működjék. Pécs a remény városa volt, most Magyarország a remény országa lehet Közép-Európában, de talán egész Európában. Azt gondolom, hogy tényleg történelmi pillanatot élünk meg. Nyilván sajnálom, hogy ilyen eredményt ért el az MSZP országosan. Nekünk volt egy célkitűzésünk, hogy jobb eredményünk legyen, mint az országos átlag, és sikerült elérni az 1-es, 2-es, 3-as számú választókerületben. Nagyon kicsi, szűk különbséggel fordult át két választókerületben az eredmény, tehát a másik fordulóra Pécset nem kerül sor, viszont a szavazatszámot tekintve például 3-as számú választókerületben az időközi választáshoz képest dupla annyi szavazat érkezett. Ez biztató, nyilván készülni fogunk az önkormányzati választásokra, bár nem tudjuk még, hogy milyenek lesznek és mikor lesz ez a választás, hiszen a Fidesz programjából ezt nem ismertük meg. Összességében nyilván mindig minden párt jobb eredményre számít. Az a célkitűzésünk az teljesült, hogy jobb eredményünk lett, mint országosan. Hát arra örülök, hogy mindenségképpen sikerül az európai parlamenti választásokhoz képest a szavazatszámokat igen jelentős számban növelni, bár kicsit elszomorít az LMP-nek ez a jobb eredménye, nem számítottam rá őszintén szólva. Az itt még teljes egészében látszik, hogy Baranya megye, főleg Pécs, még mindig egy erős szocialista fellegvár. Úgy gondolom, hogy ezen változtatni kell mindenképpen. Az elmúlt önkormányzati választás, hogy leendő önkormányzati választásokra még jobban rá fel kell készülnünk, és még erősebb eredmény kell, hogy elérjünk. A területi listáról sikerült, ahogy a jelenlegi eredmények hallatán egy képviselőt bejutatnunk az országgyűlésbe, egy jobbikos képviselőt, ez pedig szerint személyem. Mindenképpen szeretném tovább képviselni itt a választókerületemet és a Pécset az országgyűlésbe, és úgy, ahogy elmondtam, még jobban erősíteni itt a Jobbik bástyáját. Tehát a Lehet Más a Politika párt nagyon jól szerepelt a választásokon, tehát mi azt mondtuk, hogy 6-8% közé várjuk a pártot, 7,43% a legutolsó adat, amit én tudok. Ez az országos adat. A baranyai lista az 8,83 körül kapott. Igaz, azt beszéltük, hogy nem megyünk bele nagyon a számunk, de körülbelül itt állunk, és ez tényleg a várakozásainkon fölül teljesítményt jelent. Hát úgy látjuk, hogy ahol nincs értelme tovább, hogy kint legyenek a plakátjaink, akkor ott megtisztítjuk az utcát. Szeretnénk példát mutatni abba, hogy a Lehet Más a Politika párt nem csak a plakátolásban és aktivista tevékenységben nagyon ügyes, hanem az utcákat tisztára is tudja takarítani, tehát ezt ígérjük. És hát nyilván azok a fajta célkitűzések, amit a Lehet Más a Politika zászlójára tűzött, a zöld fordulat, a tiszta közélet és az esélyt mindenkinek, ezt a három pillért szeretné érvényesíteni a parlamentbe is.